sokan vettek részt a szőlőjövések ünnepén. Tisztelt polgármester úr! A hegyközség elnökének felelősségteljes feladatai között kiemelkedik mai szerepvállalása, miszerint a ma hajnalban szedett, különböző dülőkből származó szőlőhajtásokat bemutathatom önnek és a kedves megjelenteknek. Ma már tudjuk, hogy a mostani fenológiai stádiumból nem igazán következtethetünk az ezévi szület várható idejére, eredményeire, de a hagyományőrző tisztelet azonban bennünk szőlős gazdákban nagyobb, annál, mintsem, hogy szakmai okokra hivatkozva kisebbíteném a mai nap szépségét. A lényeg az, és ezt örömmel jelenthetem, hogy a télen fagykár nem érte szőlőinket, és a tavasz is a várakozásoknak megfelelően indult. Márciusban elkezdődött a meccés, amit követett a szárvesszők lekötözése. A jó időnek köszönhetően nem zsúfolódtak össze a munkák, mindent időben el lehetett kezdeni. Bár még odé van a szüret, de reménykedünk és imádkozunk, hogy ne érje betegség és jégkár. Visszatérve az előző esztendőhöz. Sajnos egy gyenge szüretet zártunk, mind mennyiségben, mind minőségben. Bár az országos átlagot felülmúltuk, így is 30-40%-kal kevesebb termést szüreteltünk. A 2010-es évjáratot a gazdák nem fogják a jó évjáratok között emlegetni, hanem pont ellenkezőleg. Az idei tavasz szép kezdése remélem hasonlóan folytatódik majd, és egy jobb gazdasági évet zárhatunk. ...1740-től végezzük ezt a nagyon szép ceremóniát, mondhatom Kőszegnek a legszebb ünnepe és az egyik legnagyobb ünnepe. De nem csak 1740-ig kell visszatekintenünk, hogyha a kőszegi borászatról, szőlőművelésről beszélünk, hanem ennél jóval-jóval korábbi időkre. És a városnak a fejlődésében évszázadok korát nagyon nagy jelentősége volt a borászatnak, a szőlőművelésnek. Már a 13. században, amikor a város megalapítását végezték, a kőszegi grófok osztálylevelében megtalálható a csöbör adó fogalma, ami utal arra, hogy már itt a környéken borászattal foglalkoztak. 1328-ban, mikor Károly Róbert királyi városi címet adományozott Kőszegnek, már igazán fejlett borászat szőlőkultúra volt a városban. Nem sokkal ezután már 1341-ben borkiviteli kiváltságot kapott a város, ami azt jelentette, hogy mai szóval élve exportjogot kaptunk, Sopron, Pozsony mellett a kőszegi borok megjelenhettek Európa színpadán, eljutottak egész a német alföldig is, ahol szívesen fogyasztották az akkori nagyon finom nedűt. Kőszegi bornak későbbiekben is óriási jelentősége volt. 1551-ben a szőlőművelők, a hauerok, akik hagyományos technológiával végezték a szőlőművelést, bérbe vették az úgynevezett királyi szőlőket, királygölgy elnevezés is egyébként innen ered, és innen kezdve nagyon intenzíven, még intenzívebben folyt a szőlőművelés.
A kőszegi várostomáról nyilván hallottak, 1532-ben történt mindez, hogy a török hódító hadsereggel szemben meg tudtuk védeni Kőszeg várát, Jurisics Miklós kapitány vezetésével. Ennek a győzelemnek a megjutalmazásaként első Ferdinánd, akkori uralkodó, 20 éves vámmentességet adott a városnak, és ez újabb óriási lendületet, fejlődést adott a kőszegi borászatnak. A jelenkori borászaink is nagyon sokat megtesznek a kőszegi bornak a hírnevének az erősítéséért. Ugye a filoxér a 19. század végén kiirtotta a szőlőültetvények nagy részét, de a 1980-as évektől új lendületet kapott köszönhető a kőszegi állhatatos kitartó borászoknak. Versenyeken, nemzetközi versenyeken nagyon jó szerepelnek, nagyon jó minőségű borokat állítanak elő, elsősorban vörös borokat, kékfrankos, Zweigelt, Lauburger, talán még Merlot tudnám említeni. Fehérbor is Kőszegen megterem, de nem olyan mértékben, nem olyan kedvelt fajta, mint a vörösborok. Akkor megkérem a helyi történelmi egyházak képviselőit a szólítás sorrendjében, mondjanak egy imát, vagy áldják meg a hajtásokat. Kérem, először fáradjon ki Donatin Tamás, református lelkész úr. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható úrunk, te, aki adod a szőlő termését, te hozzád könyörgünk, hogy add, hogy ez az ültetvény, amelyek itt vannak, szőlők Kőszegváros környékén, add, hogy meghozzák a gyümölcsöt, és add, hogy a meghozott gyümölcsel együtt a szívek és a lelkek pedig megteremjék a hálaadást, hiszen te néked köszönhetünk mindent. Te adod az időjárást, ha jó időt adsz, akkor bő a termés, ha rossz időt, akkor pedig kevés a termés, de minden a te kezedből jön. És mindent úgy kell elfogadni, ahogy te adod. Így kérünk azért, Urunk, hogy nézz a szorgos kezekre, nézz a benned bízó szívekre, és add meg, hogy megteremje a hegy a maga gyümölcsét. Így kérünk, és imádkozunk te hozzád. Amen. És most pedig megkérem Baranyai Csaba lelkész urat az evangélikus egyház részéről. Egy háladó zsoltárt olvasok, a 28. zsoltár néhány versét. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám az én szívem, és énekelve adok hálát neki. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké. Amen. Most pedig harangozó Vilmos, római katolikus plébános urat kérem, hogy áldja meg a vesszőket. Könyörögjünk! Örök mindenható Istenünk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget. Alázatosan kérünk, hogy földi terményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg pincéinket a bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek áldása szálljon határunk minden szőlőjére, és maradjon rajtuk mindörökké. Amen. És most pedig kérem Patyi Krisztina kőszegi borkirálynőt, köszöntse megjelenteket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nevezetes napon. A szőlős gazdák a mai reggel már korán keltek, hogy a frissen vágott hajtásokat bemutathassák a polgármesternek. A hajtások alapján jó minőség fog talán előkerülni, és
szeretnénk a borosgazdáknak jó munkát, kitartást kívánni az elkövetkező időszakhoz, és hogy az ősszel a hordókba jó minőségű és finom borok kerülhessenek. Megkérem Tóth Adriánt, hogy jelentse be akkor a hölgyek borát, és avassanak a polgármester úrral új borhölgyet. Megkérném Kornhofer Mónikát, hogy az avatáshoz lépjen elő. Hiszünk egy pohár bor egészségében, a bajaink elfeledésében, és az örök borivásban. Amen. Miközben a polgármester úr kötelességének eleget tesz, az egyik legkellemesebb kötelességének egyébként, azt el kell mondani, hogy Kornhofer Mónika a tavalyi évben borkirálynő volt. Egyesületünk az idei évben is felkérést nyújtott a helyi borosgazdákhoz. Idén is nagyon szép számmal neveztek, amit nagyon köszönünk előre is, és utólag is neki, hogy ilyen finom nedüket kóstolhattunk. És szeretném kihirdetni, hogy a 2011-es év Földjek bora egy 2009-es év járatú kékfrankos lett, és Alasz Lászlót kérem, hogy vegye át a díjat és az okkal. Kihirdették a borversenyek eredményét. Valóban ünnepez, nem csak húsvét mikéntjén, hanem azért is, mert Kőszegnek olyan egyedülálló ünnepe van ma, ami a világon sehol nem létezik. Ennek bizonyítéka az a csodálatos könyv, amely vetekszik a középkori foliásokkal, középkori kódexekkel, mert ahogy már az előbb a téren is elhangzott, polgármester úr is említette, 1740 óta vezetik. Minden alkalommal Szent György napján, a gazdasági év kezdetén a bemutatott szőlő-vesző lerajzolását. Két könyvvel rendelkezünk már. Az első könyv 1989-ben bekelt, egy újabb kellett kezdeni, és ez az új könyv, amelyikben ma végzem majd a bejegyzéseket. Ezt be is fogom mutatni egy pillanatra, mert vannak a vendégeim között mindig olyanok, akik még nem látták, és keveset tudnak róla. Az az érdekesség ennek a könyvnek, hogy a könyv nem Kőszegen született, hanem Németországban, Kőszeg testvér városa, Feininger Ander Enz ajándékba küldte ezt a könyvet, és az első bejegyzés 1991-ben történt a könyvben. Itt voltak már akkor több mint egy éve testvér városi kapcsolatban a német vendégek, látták ezt a híres könyvet, amelyik itt az üvegbóga alatt látható, és akkor egy ilyen nemes gesztus következtében készítettek Németországban egy könyvet. Ezt a könyvet épp úgy kézi manufakturális körülmények között hozták létre, mint hajtak, hogy a könyvek készültek, és az első lapon a két városnak a címerét láthatjuk, a két város polgármesterének az aláírását és az ajánlását, magyar és német nyelven történt ez. Hát nagyon szép az első lap, és utána következett a bejegyzések sora. Az az érdekessége,
hogy az első lapon, amelyik 1991-ben készült, a német testvérváros is elhozta a maga szőlő veszélyét, és egymás mellé került két vesző. Az egyik a kőszegi, a másik a testvérvárosi, és hát itt úgy manipuláltam, úgy fordítottam, mintha a két vesző összehajolna, mint megölelnék egymást. Ez egy kicsit szimbolikus is. Azóta minden évben testvérváros elhozza a maga szőlő hajtását, és az is bejegyzésre kerül ebbe a könyvbe. Tehát most már két távoli világ dokumentumait őrzi ez a könyv. Az az érdekes, hogy az elmúlt 21. évben történik most a bejegyzés, ilyen szép szőlőhajtások, mint az idén, most fordulnak elő negyedik alkalommal. 2000-ben volt az első alkalom, amikor nem ügyeket kellett rajzolni, alvó ügyeket, hanem akkor már kipattantak a ügyek, sőt, nem csak a ügyek pattantak ki, hanem megjelentek a kis hajtások, sőt, még vannak olyan hajtások, amelyeknek a végén a kis szőlő kezdemény is látható. A nemzetközi borversenyre 110 minta érkezett be. Elsősorban ugye Kőszeg testvérvárosaiból, Ausztriából, Szlovákiából és Olaszországból. Ebből körülbelül 60 bor az vörös bor volt, és 50 bor fehér. Erre 4 borbizottságot állítottunk fel, körülbelül 4-5 taggal, és ezek vegyes bizottságok voltak, amely rettentően jó lehetőséggel biztosította arra, hogy az osztrák, olasz, szlovák és magyar szakemberek véleményeiket egyeztetni tudják, illetve konfrontálódjanak az európai fogyasztási